Sziasztok, Herosi vagyok. Nézzétek ti is az NSO TV-t. Azt hiszem, ez a végig uraltuk a mérkőzést, és nem volt kérdés. Jó védekezés, jó támadás, jó kapus mögöttünk, úgyhogy simának mondható. Azt mondom, kicsit futós, hajtós, de mindent beleadtunk, és azt gondolom, hogy a harmadik napra már azért az utolsó 10-15 percre látszott, hogy azért hosszú volt ez a három nap, és kicsit elfáradtunk. De nagyon jól éreztük magunkat. Kellett az, mert alapoztunk elég sokáig, egy hónapig csak alapoztunk, meccs nélkül. Most jött ez az idő, amikor lehetett próbálni a dolgokat. Hát hasznos volt, mindenképpen használni fogunk az anyagot, javítani fogunk, dolgozni fogunk rajta. Hát időnk azért meg két hétig van, selejtezőig, az a legfontosabb most. És utána a bajnokligájában ráérünk szépen dolgozni, meg javítani a dolgokon. De én meg vagyok elégedve. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni ezt a tornát. Nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, nagyon jól összeállt a védekezésünk, és támadásban is szép gólokat tudtunk lőni. Nagyon összeállt a csapat is védekezésben, támadásban, itt már az elejétől kezdve végigvezettetek. Igen, ezt is kérte tőlünk Annus, a legelső mérkőzést nem kezdtük túl jól. Tegnap már jobban kezdtük, és azt mondta, hogy ma 60 percen keresztül 100%-osan koncentráljunk mind a védekezésre, mind a támadásra, de leginkább a védekezésen volt a hangsúly. Futós mérkőzés volt, támadásban nagyon sok lerohanásgól tudtunk lőni, ez nagyon jó volt. És tényleg összeállt a csapat, bár azért van még mind javítani. Keményebb csatára számítottam, és egy kicsit agresszívebb ellenfelekre. Mondjuk a legelső mérkőzésünk agresszivitásában nem volt hiány, de az eredményben igen. Hát ez egy sima torna volt, és bízom benne, hogy ez megmarad egész évben, ezek a különbségek, és az ilyen kevés kapott gól. Az összes csapat ugye próbálkozott a támadás, illetve a védekezési variációkkal. Még mi is ugye csiszolódunk, jövő héten ugye elkezdődik a bajnokság, de szerintem a bajnokok ligájára leszünk teljesen rendben.